magyar orvoslás, a magyar orvostudomány fellegvárában vagyunk. Nem csak a legnagyobb, hanem a legmegbecsültebb, és az a 250 éves múlt, amit ez az egyetem maga mögött tudhat, az a magyar orvoslás történetének a dicső lapjaira tartozik. Az a hármasság, ami együtt van ezeknek az egyetemeknek az életében Magyarországon, az orvosi egyetemek életében, egyik oldalról a betegellátás, a másik oldalról az oktatás, és középen a kutatás, az egy olyan együttes, az egy olyan együttes erő, amit mindenképpen őriznünk kell és erősítenünk kell. A szemelvel szeretem a főváros, de talán az egész ország egyik legnagyobb és legrangosabb betegellátó intézete. Egyben a biomedicinális oktatás és kutatás fellegvára, kutatóegyetem. Hatalmas gyógyító személyiségekkel a majdnem 250 éves történelmében. Az egyik legnagyobb hibája azonban intézményünknek az, hogy szervezeti egységei földrajzilag rendkívül széttagoltak, számos klinikája, valljuk be, fejlesztésre vagy felújításra szoruló állapotban van, mind építészetileg, mind műszerállományát tekintve. És nem rendelkezik sem modern sürgősségi osztálya, sem pedig traumatológiai osztálya. A Korányi projekt az egyik legnagyobb magyar orvosdinasztia család nevét őrzi, és az elmúlt évtizedek legjelentősebb beruházása, amely nem csak a szemelvejezhetően betegellátó tevékenységének fenti hiányosságait fogja pótolni. A több mint 13 milliárd forintból megvalósuló projekt révén Budapest és az ország egyik legmodernebb kórháza jön létre. Helikopter leszállópályával, a klinikákat összekötő folyosórendszerrel és csőpostával, modern központi diagnosztikai egységgel, központi laboratóriummal is még sorolhatnám. A létrejövő egykapus beteg beléptetésnek köszönhetően a diagnosztikához nagyságrendekkel közelebb kerül a terápia, amely lehetővé teszi a betegek még gyorsabb, még hatékonyabb kezelését. Elődeink sok évvel ezelőtt álmodták meg az Európai Uniós költségvetési és egyetemi forrásokból finanszírozott nagyberuházást. A sors úgy hozta, hogy a megvalósítás rektorságom idejére esik, és a tervek szerint még ebben a vezetői ciklusban, az idei év végén vagy a jövő év legelején megindulhat a betegellátás teljes spektruma a Korányi épületében. Engedjék meg nekem, hogy Korányi Sándornak egy múltba tekintő, de számunkra a jövőben üzenő gondolatát idézzem. Ha 40-50 éve meghalt mestereink visszajöhetnének közénk, bámulva, de megértés nélkül látnák azt, ami ma az orvosi tudomány műhelyeiben és a betegszobákban zajlik. De ha idegeneknek is éreznék magukat közöttünk, egy nagy megnyugvásuk lehetne, az, amit ők csináltak, megmaradt. Az, ami azóta történt, nem a múltat elsöprő evolúció volt, hanem egészséges fejlődés, amelynek alapját ők vetették meg. Ha a múlt nagymesterei közül, akár Korányi Sándor visszajönne közénk, egészen biztosan elcsodálkozna a nevét viselő építmény méretén és tervezett funkcióján. De higgyünk abban, hogy amit mi építünk, az ugyanúgy megmarad, és megalapozza az előttünk álló évtizedek továbbfejlődését. Éppen ezért Isten áldását kérem arra, hogy a 40-50 éve utánunk jövők büszkék lehessenek ránk és művünkre. Hogy az egyetem megújul, és nagyon jól látni, hogy a 21. századba érkezik. Megjelenik a sürgősségi ellátásnak egy koncentrált fogadóhelye az egyetemen, és az egyetemen az egyik legnépszerűbb tantárgy, ez az axiológia, sürgősségi orvostan. Tömegeket vonzottak ezek a kollégiumok az én időmben is, és ez egy nagyon komolyan hozzárul majd ennek az új épületnek és az ide települő funkcióknak. Nagyon komoly szerepe lesz abban, hogy hogyan tanulnak a jövő orvostan hallgatói. Korányi projekt egy kiváló példája annak a 63 ezer fejlesztésnek, ami az elmúlt években az Európai Unió és a magyar adófizetők pénzéből megvalósult.
azonban egy egészségügyi fejlesztés mégis más, mint egy gyárépítés vagy egy útrekonstrukció, hiszen sokkal inkább emberi történetekről szól. Az egészségügyben mindenképpen olyan fejlesztés politikára van szükség, ami azt a célt tűzi ki maga elé, hogy a Békés-megyei sarkattól egészen a nyugat-magyarországi Győrig, függetlenül attól, hogy ki milyen körülmények között él, azonos minőségű egészségügyi szolgáltatásokhoz férjen hozzá. Ebben a tekintetben is mintaértékű ez a mai projekt. Mindent megteszünk azért, hogy a kivitelezés színvonala fölzárkózzon ahhoz a magas orvosi gyógyító színvonalhoz, amit itt a kórház falai között történnek. Én úgy gondolom, hogy az elmúlt időszakban ezt megtettük, és a következő időszakban is ez lesz a vezérelvünk egészen a kivitelezés átadásáig. A Bokréta ünnepség mindig arról szólt, hogy elértük az épületnek a legmagasabb pontját, az építkezésnek a legtöbb teherre, legtöbb problémával járó szerkezete elkészült. Nem gondolom, hogy hátradőlhetünk a székünkön, hiszen sok olyan problémával kell még megküzdenünk, amelyik hátráltatja a kivitelezésünket, de úgy gondolom, hogy az elkötelezett szereplőknek köszönhetően ezt a problémát is át tudjuk ugorni.